Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Dunakanyar FM 94.1-en Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégeim a Latte Maffiato együttes tagjai, alapítói, Ember Péter és az ő kedves felesége, Rédei Reni. Sziasztok! Szia Balázs, üdvözöljük a hallgatókat. Szia Balázs, sziasztok! Hát az együttesről ejtsünk pár szót, mert hát ti most ketten, mint egy család képviselétek az együttes, de ti azért többen vagytok, ugye? Igen, hatan vagyunk összesen. Ugye Peti a trombitás, én énekelek, de van ezen kívül még gitár, nagybőgő, dob, illetve még konga is. Sőt, hegedű is van benne, Jónás Gábor a hegedűs, aki gitár és hegedű is egyszerre. Amennyire tudom, ti egy ilyen profi zenészekből összeállt formáció vagytok, hiszen hát Péter pályafutása azért előttem viszonylag ismert, hiszen közel 10 éve dolgozunk együtt különböző zenei projekteken, bár ő inkább zeneszerző, szövegíró, stúdiózenész volt eddig, de most úgy kiléptetek a Rivalda fénybe. Az igazság, hogy nem is a fény, hanem igazából én mindig is szerettem a jazzt, és szerettem volna egy olyan zenekart, ahol ezt játszok, és akkor egyszerűen így valahogy megalakult, egy zenéskorában alakult meg ez a zenekar, egy két kollégámmal, a Pálmér Krisztián és a Terek Zoltán, és akkor így alakult a zenekar, aztán jöttek hozzá többiek, hogy játszunk ott a nagyteremben, és akkor na hát, itt egy dobos, itt egy gitár, és így alakult ki, mindenki csatlakozott a zenekarhoz, és ebből lett végül a Latte Maffiato. De ehhez képest egy ilyen nagyon profi arculatot kialakítottatok, tehát ez a ahogy Reni áll a mikrofon előtt, és egy ilyen kis lefátyolozott, kis franciás hangulatú külsővel, meg ti is azért nagyon elegánsan vagytok mindig öltözve, tehát van egy olyan imidzsetek, amit egyébként szerintem profik szoktak így megtervezni. Az imidzs felelős én vagyok, tehát én parancsoltam rá a fiúkra egyébként, hogy vegyétek fel az öltöny kis csokornyakendővel, én is kalapot veszek fel, mert jó zenének meg kell adni a hátteret is szerintem. Tehát nem elég, hogyha valaki kiáll a színpadra és énekel, kell hozzá egy plusz, amit, tehát a látvány is szerintem nagyon fontos egy zenekar életében. Petit előbb jazz zenekarnak nevezett benne teket, magatokat, de alapvetően azért ez nem feltétlen jazz, amit játszotok. Nem feltétlenül, mert ugye bosszákat játszunk, swingeket, ugye jazz verzióban népdalokat is feljátszottunk már, de nem kimondottan jazz. Inkább úgy mondanám, hogy szalon jazz. Igen, semmiképpen nem jazz, mert végülis a jazz az egy nagyon száraz műfaj, meg én nem vagyok jazzzongos, egy jazztrombitás, de tényleg ez a jó szalon jazz, tehát az végülis a gyönyörű, könnyű zené dalokat, amiket megírtak, azokat kicsit jazzes formában, de emészhetően egy laikus számára, aki nem szereti a jazz a bonyolult hangokat, ő is meghallgatja, és ő is élvezi, és átadjuk azt a régi, igazi francia, amerikai, olasz, vagy bármilyen hangot, az a 40-es, 50-es évek világát, azt idézzük. Ami 60-as nekem egy... is. Van 60-as, benne 60-as, 70-es is. Ami nekem egy picit furcsa a történetben, hogy hát Péter azért egy nagyon sikeres zeneszerző. És ennek ellenére nem Ember Péter számokat játszotok, hanem tényleg nagy slágerek feldolgozásait. Miért alakult így ki a koncepció? Azért, mert tulajdonképpen a nagy kedvenceinket szerettük volna, meg ezt az egész, hogy is mondjam, ezt az egész életérzést szerettük volna átadni az embereknek. Nagyon szeretjük a francia rivierát, nagyon szeretjük az olasz rivierát, és ugye tudjuk, hogy az 50-es, 60-as években ugye milyen zenéket játszottak annó, és ezeket szerettük volna újra divatba hozni. Szívünk csücskei egyébként. Szerintem sikerül. Én is hát bízunk benne, hogy sok ember megfog ez a zene végül, és úgy mondom, hogy igen, a zene végül is ebben élő hangszerek vannak, tehát teljes élőben játszunk, és milyen mi magunk a zenét. Még mostanában elkezdtünk írni egy számot, de tényleg nem akarom, hogy ez egy úgy mondjuk ilyen munka legyen, vagy most muszáj írni, tényleg ami csak ami jön, és mostanában jön egy-két dal, de annyi jó dal írtak már a világon, most nem akarom fárasztani az embereket, hogy most megírom a 70-es, 50-es évek stílusát újra, úgyhogy majd lesz. Nagyon jó zenék vannak, amiket elfelejtettek, és lehet, hogy nem is ismerik. És ti megtaláljátok. És ezeket. Megtaláljuk őket, és a saját szájízünk szerint ezt átdolgozzuk. Körülbelül egy éve voltatok szerintem először televíziós felvételen, tehát elkezdtetek feltűnni a képernyőn, azóta már nyilván több műsorba is generálják, gondolom, ezek a fajta felvételek a meghívásokat rendezvényekre, egyéb helyekre. Ugye jól gondolom én ezt? Igen, amúgy úgy van, hogy ha tényleg végül is ez a zenével, tehát elmegyünk egy bármilyen helyre, mindig lesz valaki, akinek megtetszik ez a stílus, azt mondja, tényleg ez igazi régi zene, tényleg ez a stílus, hú, akkor gyertek el hozzánk ki, szóval mi magunkat sose reklámozzuk, amúgy, tehát semmilyen reklámunk nincsen, semmilyen, nem írunk magunknak dalokat, meg tényleg most már sokszor jöttünk a rádióban, már egy éve egyeztünk, hogy eljöjjünk, hanem tényleg hogy jön a zene, mint a zene, hogy folyik, mi is úgy szépen lassan befolydogálunk mindenbe, és akkor aki szeret minket, az meghív,
aki meg nem, bízunk, hogy megszereti a zenénket. Nem féltek attól, hogy ebből az örömzenélésből, amit most csináltok, egy idő után hakni zenekarrá váltok? Mert hát annyi lesz a felkérés? Nem hiszem, hogy hakni zenekar lenne nekünk, mert egyikünknek sem ez a főállása, tehát nem a zené. Hát Peti jó, igen, de a zenekar többi tagja nem feltétlenül a zenével foglalkozik főállásban, tehát hakni zenekar semmiféleképpen nem szeretnénk lenni, tehát maga az öröm az, ami örömzenélés éltet minket. Mert most ez látszik rajtatok, de hát amikor majd jön az, hogy ezen a hétvégén is hívnak azon is, aztán már hétköznap is, szóval egyszer csak azt veszetik, ez teli a naptár. Igen, hát telik a naptár, vannak tényleg hál' Istennek felkérések, ami jó is, meg valahol kicsit fárasztó, mert én hát most egész nap utolok a stúdióban, és rengetegen zenét csinálok, viszont a miénkben azért jó, hogy mi mindig koncertet adunk, tehát nem egy olyan zenekar vagyunk, hogy játszunk 6-tól évfél vagy 2-ig, hanem tényleg van egy órás, egy másórás, max. 2 órás koncert, és akkor azt szépen felöltözünk, és megpróbáljuk átadni azt az igazi hangot, amit érzünk, ami bennünk van, és amit a zenék sugarnak. Szóval mi koncertszerűen játszunk. Ti, ahogy már korábban is említettem, egy nagyon jól kitalált külsőségben és jól kitalált zenekar vagytok, egy élő zenét játszó zenekar, tehát ugye a hangszereket mindig mindent visztek magatokkal. Most én azt látom, hogy hangszereket cipeltek, alapvetően ti Balassagyarmatról járjátok az országot, viszonylag sokszor Budapestet, ruhákat vesztek magatoknak, tehát egy komoly költség oldala van ennek, hogy bejön az bevételi oldalról, tehát megéri ezt csinálni anyagilag? Megéri. Megéri, hát az igazság, hogy én úgy jövök el, hogy én valamikor fizetek csak, hogy eljön az önész, hogy gyere, még te is ember, még kell belőle az a hangszer, és akkor szóval igazából igen. Nem is látom át, de én mindent belefételek, mert egyszerűen én élvezem a magát a koncert is, meg magát az, hogy a ruhák, meg hogy mindenki öltönyben van, meg hogy vannak ilyen és olyan hangszerek, szóval én szívesen költök erre, meg mindenki végig is belead, de azért... És feltöltődünk ilyenkor egy-egy koncert alatt szerintem. Egy órás vagy másfél órás koncerteket adunk, és megvan, hogy milyen dalokat játszunk, kiválasztjuk a repertoárt, akkor megpróbáljuk elvarázsolni az embereket arra a helyre, ahol éppen a dal született. Szerintem ez szokott sikerülni. No, hát sokat beszéltünk a zenétekről, szerintem hallgassuk meg egy kicsit a zenéteket. Rendben. Oké. Que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu.
te prends feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Adieu. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után újra itt a stúdióban. Vendégeim továbbra is a Látte Máfiátó tagjai. Egy nagyon szép francia dalt hallhattunk, aminek én már a címet sem tudom kimondani, és egy René-ben segíts ki, légy szíves. Comment te dire adieu? Hogyan búcsúzzunk el? Ez volt a dal címe. Annyit elárulhatunk a hallgatóknak, hogy te nem véletlen ejted ilyen szépen ki ezeket a szavakat, mert hogy te tanárnő is vagy, ugye? Igen, igen, többek között francia nyelvet is tanítok. Nagyon szeretem ezt a nyelvet. Szinte második anyanyelvemnek érzem. Én tőlem nagyon távol áll, de ahogy te mondod, az úgy nekem is tetszik, de azt hiszem megtanulni sose tudnám. Nem igaz, szerintem bármire képes az ember, megtanulhat bármilyen nyelvet, csak akarni kell. Az együttestől most már hallottunk a dalt, beszéltünk róla pár szót, de egy kicsikét menjünk vissza az évekbe, illetve hát a ti éveitekben. Hogy keveredtetek ti a zenei pályáról? Szerintem Pétert kérdezném, hogy is volt ez az indítatás? Kicsi gyerekkorodban valaki felfedezte, hogy te értesz a zenéhez? Nálunk a családban a hagyomány a zene. Apukám hegedűtanár, anyukám zongoratanár, nagybátyám karmester, nagynéném csellistanár, mindenki zenész. Tehát az lett volna furcsa, te nem az lesz. Az lett volna furcsa, pedig a családban egy valaki van, akinek nincs egyáltalán hallása, az is furcsa, annak mindenkinek van, de hát ő meg teljesen más területen van. Tehát mindenki zenész, én is amúgy hegedűtem korábban, 4 évig aztán átértem a trombitára, és utána felvételeztem, felvettek, hát mégis elvégeztem Liszt Ferenc, de nem ezt kimondani, Liszt Ferenc zenészi főiskola, trombita, kamara, művészi zenetanár, ez a képesítésem. És közben végig ott volt a könnyű zene, mert jártam ilyen stúdiós, ilyen fakultatív órákra, és akkor mindig is érdekelt, hogy hogyan veszik fel a szimfonikus zenekarokat, meg minden, és akkor utána így ott írtam dalokat, jártam a zeneszerzéshez, a végig is mindent elvégeztem, amit tudtam egyelőre eddig, még mindig képzem magam folyamatosan zeneelméletből és mindenféle zenén szakterületen, meg a stúdióban is, de ez a zene, ez már örök szerelem. Viszont van. Gyorsan átugrott egy 25-30 évet. Hát így van, hogy mindegy mutassam az embereket. Tehát hány éves volt egyet, amikor hangszert adtak a kezedbe, hogy na fiam, próbáld meg, ha már családban mindenki megpróbálta. Hát végül is igen, 7 évesen kezdtem hangszertanulást, akkor kezdtem hegedülni, és hegedültem. Ez normális egyébként, hogy mindenki hegedővel kezd, vagy gitárral? Mert általában ezek szoktak a kezdő hangszerek lenni, nem? Úgy van talán, hogy hát nekem apukám hegedűtanás, akkor én is a hegedű, meg a hegedű az a nagyon jó hallásfejlesztő, mert ott intonálni kell egyfolytában a játék közben, tehát akinek mondjuk úgy mondják, hogy jobb a hallása, akkor mennyi a hegedűre, mert akkor a hangot megkeresi. De akinek nem annyira jó, akkor vagy már persze lehet, akkor mennyi gitár vagy zongorára, persze ez hülyeség, mert vannak ilyen hallása, mert ott a hang adott végül is, de ez nyilván ez egy pasi butaság, de szóval a hegedű és egy hegedűvel érdekel. Egyből a komoly zene felé veszed ilyenkor az irányt? Igen, ha valaki elkezd járni zenéskába, akkor rögtön végig is a klasszikus, a komoly zenét tanulja, mert azon lehet megtanulni végül is magát a hangszert. Aztán később, ha a hangszeren jól tud játszani, akkor elindult a jazz felé, mert amúgy a jazz meg nagyon magas technikát igényel amúgy a jazz hangszeres játék. Tehát mondhatjuk úgy, hogy te viszonylag fiatalon profi hangszeres zenésszé váltál. Hát végül is igen, mert már a konzban végül is, aki elvégezett konzertot, akkor végül is az már tud tanítani a zenéskába, szóval végül is igen, hát ez eltettem fel az életemet. De nem minden zenész szerző, de te az lettél. Ja igen, nem minden zenész, ez egy adottság, valakinek van fantáziája, esetleg valamilyen dalamot írni, vagy valakinek nincsen, vagy ha van egy-kettő, ír valamit, akkor utána nem akarja annyira, és akkor végül is abba hagyja. Hát bennem volt az, hogy mindig is akartam írni. Régen írtam ilyen madrigálokat, meg mindig adtam feladatokat a tanárnőmnek, hogy írjak ilyen. Volt, mikor tényleg emlékszem, főiskolás voltam, és akkor részvúrs nem ment a többieknek, és mondták, hogy Peti, írjál már egy ízlet, és akkor mondtam, hogy 500 forintért írtam mindenki ilyet a madrigát. A pénzt tudták keresni már korán. De nem akartam, csak akkor mondták, hogy na jó, 500 forint, oké, és akkor írogattam a madrigát mindenki helyett, de nyilván után megcsináltam ajándékba, meg a fogadtanám bészre, minden csak így névleges volt. De szóval igen, ez az elszerés, ez nekem mindig is a fantázia, és így vagyok mindenben, szóval nem szeretek így ülni, mindig valamit ötletelek, vagy barkácsolok, szóval valami. És hol jött az első könnyűzenei felkérés? Az első könnyűzenei felkérés
Ja igen, végül is, hát milyen voltak a konziba is, meg a főskeres ilyen dolog. A legelső a Groovehouse zenekar volt, mikor őt nekik kellett írni három dalt, és akkor vettük fel a, nem is tudom, melyik nagy stúdióban, az nagy élmény volt nekem, hogy hú, most akkor ott felveszik az én dalomat. De előtte meg vettem fel egy-két számot ilyen kis stúdiókban, főiskolán támogattak, és akkor, mit tudom, az Inita stúdiót, a legelső digitális stúdiót vettem föl. És aztán jött a Zoltán Erika, és akkor utána mindenki. Most legutóbb... Hát szerintem sorolt föl nyugodtan neveket, igen, azért ez hát, egy szép névsor. Hát most hittem, nem tudom, Zoltán Erika, akkor Groovehouse, Emergency, az a legelső, volt ilyen Ups, akkor volt Bad Gábor, akkor Rácz Kati, Majsai Gábor, akkor Kökény Attila, Radics Gigi, most legutóbb például a Charlie-val dolgoztak együtt, két változó zeneszerzőt, egy szédat, és akkor engem kérde meg, hogy hangszereljen meg, úgyhogy az volt most a legutóbbi munkám múlt heti, úgyhogy, és megy tovább a dolog. Úgyhogy én folyamatosan mindig jönnek az újabb felkérések, és én ülök a szobámba, és írom a dalokat, meg írom a trombitálok, szóval állandóan ezt. De hát azért ma már professzionális módon stúdiót építettél, tehát te veszed fel a saját dalaidat is, illetve nálad veszik fel a dalakat. Így van, szóval végig is nekem végig is be kell ruházni erre a komoly felszer, és akkor egy olyan stúdiót építettek ki, ami az ország televízió és rádióiban mind a minősége, tehát mind megfelelő, úgyhogy rengeteg kell jelennek hozzám felvételt készíteni, baráti, családi hangulatban, ott vannak anyáik is, úgyhogy iszik a kakaót, apa csinál házszervet, még benne a stúdióban dolgozunk, úgyhogy ilyen. Hát ez gyönyörűen összefoglaltad. Mi egyébként a jövő, mi a fejlődési lehetőség még abban a helyzetben, vagy abból, ahol te most vagy? Végülis, ha már, ahogy pont kérdeztem tőle múltkor, hogy Balázs, szerintem mire vásznék, hogy mi legyen? Ha már így lesz, hogy mostan ez már most így jó, és akkor ez legyen minél tovább, talán az a legfontosabb, hogy hát, hogy akiket szeretünk, életünk során minél tovább ilyen, és minél többet együtt legyünk, és azokkal is legyünk együtt, akiket szeretünk minél tovább. Én nem vagyok ilyen versengős típus, élvezzük az életet együtt, ameddig csak lehet. Remélem, még minél több emberrel fog együtt dolgozni, akik szeretik a jó zenéket, és akarnak jó zenét készíteni, és én remélem, hogy mindenkinek, akinek zenét csinálok, sikerül vele tovább jutni, és tényleg az élete is előbbre jut, tehát nem arról van szó, hogy eljön hozzám, és csinálják valamit, és aztán vége van, hanem akkor több ő ebből elindul, és hál' Istennek sokan, akik nálam zenét csinálnak, azok utána abból is élnek, és akkor végig is az életüket az teszik. Nagyon sok embernek írtál, az egyéniségét is megpróbálod megismerni az előadónak, hogy megtaláld a neki megfelelő dalt, vagy egyszerűen ránézzel, na, neked ez a stílusod, és már csinálod a dalt. Nem, amúgy sokszor van az, hogy tényleg találkozni kell az előadóval, és akkor ha már csak leül az angol mellé, és játszok, amit is így érzem, hogy milyen személyiség, akkor jobban kitom tálni, hogy mégis milyen zenét szeretne, mert sokszor ezt nehéz eltalálni, hogy mi az, ami neki jól feszik, és ha valami olyan zenét kap, ami neki nem jó, akkor lehet, hogy ő bele is bugik, mert abszolút az ők, hogy ő nem is jó előadó. Szóval fontos, hogy mindig keresgetjük egymást, hogy mi a jó stílus, mi az ő lelkem, mi az én lelkem, és így találkozik a kettő. De szokott menni azért, úgy látom. Hát ez szokott menni, igen. Persze nagyon-nagyon néha előfordul, hogy nehezebben megy, de azért mindig eltaláljuk. Innen folytatjuk tovább, egy kis zene, egy kis reklám, hírek, meg minden más, aztán újra visszajövünk. Ba ba da ba da, ba ba da ba da.
Csillaghanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Szünet után, hírek után itt vagyunk újra a stúdióba. Önök még mindig a Szószátyárt hallják, a vendégeim Ember Péter és Rédei Reni, a Latte Mafiato alapítói, jó magam pedig még mindig Szűcs Balázs vagyok. Az elhangzott dal címét ismét Renire bízom, hiszen ő énekelte. Un homme et une femme. Na, ezt se tudtam volna kimondani, de tőle nagyon gyönyörűen hangzik. Előző blokkunkban egy picit, mint egy gyors vonat átfutottunk Ember Péter életén. Tulajdonképpen néhány percvel elmondott mindent, hogy mi történt vele az előző 25-30 évben. Hát ezt tőled is meg kell kérdeznem, Reni, hogy hogy keveredtél ide, hol most vagy? Gyerekkorodban már megvolt a zeneszereted? Megvolt, igen, a családban, édesapám. Te is zenés családból származol. Zenés családból származom, mondhatjuk úgy is, hiszen édesapám gitáros, illetve nagyapám hegedűművész volt, úgyhogy nekem is megvolt a zeneszeretete már kiskorom óta. Emlékszem, voltak olyan családi fotók, amikor még kisebb voltam szinte, ugye a anyukámból, mondhatjuk így is, és már apu a gitárt mutatta nekem. Tehát ez tényleg... Na de alapvetően te... Nem hangszeres zenészként híresültél el, hanem énekesnőként. Igen, igen. Tehát a hangszereket szerintem csak simogattam, de inkább a hangommal kezdtem valamit. Annó még az iskolában népdaléneklési versenyekre küldtek, ott is volt, hogy nyertem, de azt mondták, hogy hát inkább a pop szakmát ajánlják nekem, nem a népdalokat, azt mondták, hogy nem népdalos a hangom, de soron kaptam a közönséget, ezeket a közönségdíjakat, vagy hogy, hogy mondjam. Igen, és kórusban énekeltem, és amikor Petivel összekerültem, ezen elég régen volt, 19 éves koromban, akkor úgy is mondhatjuk, hogy Peti nekem azt mondta, hogy a hangomba szeretett bele. Mert volt egy dal, amit felénekeltem nála a stúdióban, és minden nap hallgatta, mesélte nekem, hogy minden nap hallgatta, és egyre jobban szerette a hangomat. Ez tényleg így volt. De hogy is volt ez? Te egyszer csak oda keveredtél a stúdióba, vagy kerestek pont egy hangot? Ismertük mi már egymást, mert én zeneiskolába jártam, Peti is, annyi, hogy én nem a zene részlegre, hanem én festettem és rajzoltam, tehát én a képzőművészeti tanszakra jártam évekig, viszont az egész családot ismertem már Petiéknél. És hát csak Peti meghívott, gyere, Reni, énekelj! Nem is dalt kellett akkor felénekelnem, hanem egy klipet forgattak, és kellett nekik egy lány, egy arc, és mondtam, hogy miért ne, szívesen. Ezt találkoztuk, bicikliztem fél 12-kor a gyarmaton, és ezzel is kaptam, hogy jaj, szia, Reni! Megláttam, milyen szét, nem jössz el egy ilyen kis videóklipet csinál, akkor nem is értettem, hogy hozzá csak ilyen finoman... De ez volt a csajozós doma? Nem, tényleg egy csináltam, egy barátom neki egy kis videót a képen, nálam muzsikás, akkor gyere, csináljunk egy videót. Persze, oké, már is jött, másnap meg is vettük a videót. És utána akkor... mondta, hogy nem tudsz énekelni, vagy valami, hát mondom, jó, hát megnézhetjük, és mutatott egy dalt, nagyon tetszett nekem, és akkor felénekeltem ezt a dalt, és akkor kezdődött minden. És soha többet nem mentél haza? Nem. Úgyhogy egy korábbi és egy később ment haza. Igen, tehát szép időszak volt nagyon. Említetted korábban, hogy hát te civil foglalkozást is űzöl. Igen, tehát a zene mellett én nyelveket tanítok, illetve szintén rádiós műsorvezető vagyok. Ne viccelj. Úgyhogy ezeket üzem a zene mellett még. Ezt azért csinálod, mert hogy ezt szereted csinálni, vagy nyilván kell egy kvázi stabil jövedelem, egy bevétel, egy állandóság a zene mellett, mert azért az nyilván egy másfajta életforma. Is, de azt mondom, hogy hál' Istennek olyan a foglalkozásom, amit nagyon szeretek. Tehát a hobbim a foglalkozásom, vagy a foglalkozásom a hobbim, nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon szeretem a nyelveket, illetve szeretem a rádiót is. Örömmel érsz dolgozni. Igen, örömmel. Ti Balassagyarmaton éltek, ami egyébként nagyon közel van a fővároshoz, ahol azért akárhogy nézzük, a zenei élet középpontja van. Ellenben az egy óra vagy másfél óra, az mégis néha túl sok tud lenni. Meg tudtok ebben birkozni így a karrierépítés során, vagy amikor Péterhez jönnek az ügyfelek, nem okoz ez problémát? Az igazság, hogy mindig lejönnek oda hozzánk, és úgy örömmel jönnek, mert olyan tanulják, hogy de jó, eljöttünk nyaralni egy kis, mint egy vidéki turizmus, egy kis Provence villába, vagy nem is villa, de hogy szóval ez az igazi hangulat, megpihennek az emberek nálunk. Levezetjük kártásokat, és csak józipankat énekelnek,
kint eszünk, iszunk, szóval jó sokat a hangulat. Számít szerintem a családi hangulat. Ugye eleve ott van Petinek az édesanyja is, akinek azért sokat köszönhet Peti, és szerintem maga a millió, amiatt. Már én is adtam a mama palacsintájából. Igen, ugye, mama sok éve, palacsintája. Sok éve, de ettem. Igen, náj, mindig úgy dolgozunk, hogy olyan anya, gyerek, ilyesek vagytok, és akkor akárki, akárhány éves, akármi úgy érzi, hogy a mama, ő az anyukája, és egyszer mindenki ellazul, és jobban tudunk dolgozni szerintem. Igen, és ugye emellett professzionális minőséget kapnak. Nem is fordult meg soha fejetekbe, hogy esetleg Pestre költözetek? Nem. Az igazság, én szeretem a vidékén, szeretem a természetet, szeretem a fákat, a növényeket, reggel kimegyünk ott a csodálatos kert. Igen, Pest nekem mindig ez hiányzott Pesten, pedig laktunk egyszer Pesten egy évig, meg a főiskolán nyilván ott laktam. Igen. Sőt, egyszer kimentünk Hamburgba, és amúgy dolgozni a stúdió munka, de onnan is hazajöttünk. Két hetente jártunk hozzá a repülővel, és minden pénzünk elment, úgyhogy otthon is maradtunk, szóval... Nem érzitek ezt a nagyvárosi feelinget magatokénak. Igen, kisváros jobb, tehát nyugisabb az élet, nyugalom van, nincs az a nagy pörgés. Ha pörgésre van szükségünk, feljövünk Budapestre, tehát Budapest mindig pörög. De Balassagyarmatnak egyébként jól lett az aurája, mert rengeteg zenész van oda. Igen, igen, ez kultúrváros, mondhatjuk igen. Azt is. Például Lombos Marci, akkor a Szatmári Jorsi, akkor van, rengetegen dolgoznak a zenei és a TV szavarosik, ott dolgoznak gyarmaton. Ez ilyen tehetségek gyűjtőhelye, mondjuk így? Kulturális város, inkább azt mondanám, nagyon sok festőművész is Balassagyarmatról származott, vagy még mindig vannak nagyon jó festőművészek, jó zenészek is. Tehát pedig igazából úgy nincs benne a fő sodorban, nem? Talán egy országos igen, szinten. Igen, ez egy kis csöndes város, de végül is az igazság, mondjuk jó az oktatás, különben jó a gimnázium is, meg jó a zenéskola is, ami ott van. Szóval meg egy tényleg figyelnek a kultúrát, az egy ilyen nyugodt kis kultúrváros szerintem azért is. És szerencsére közel van Pesthez, ha megtanul, akkor könnyen fölmegy, és akkor kamatozhatja a meg tudását. Szép kisváros, én nagyon szeretem a város hangulatát is ezekkel a szecessziós épületekkel, vagy akár azokkal a késő barok, vagy nem is tudom, hogy mondanám ezeket az épületeket. Mondhatjuk, hogy ti igazi lokálpatrióták vagytok? Szeretjük Balassagyarmatot. Amúgy szeretjük, járunk mindig, mert imádunk nyaralni. Viszont imádunk utazni. Imádunk utazni, megyünk mindenfelé, mégiscsak Európába, mert nem megyünk azért nagyon messzire, de utána mindig hazamegy, azért nem vagyunk úgy gyarok, hogy csak gyarmat és gyarmat, azért tudjuk, hogy mik a hátrányai, mi az, ami lehetne mondjuk szebb esetleg, de akkor is szeretjük, mert igen, szeretjük, ez vagyunk. A szülővárosunk. Meg a barátaink mindegyik ott van. Igen, úgy, család, barátok. Peti keze alól kikerült rengeteg szép szerzemény és sikeres dal. Én egyszer pár éve beszélgettem veled, és én akkor hallottam már Renit énekelni, és mondom, hát a Reniből miért nem csinálsz sztárt? És mondtad, hogy hát a Reni nem az a típus. Azóta nem változott meg a véleményed? Én tudtam, hogy ha Reni elkezd, bármilyen belekezd, ő annyira személyiség, annyira meragadó, hogy mindenki imádni fogja, és ez most ki is derült, hogy énekelünk is, még ha csak úgy csináljuk, hogy de jó, csak énekelgetünk, akkor is imádják. Szóval Reni szerintem nagyon könnyű eladni. Az biztos, de ezt nem akartad régebben. Na mindegy, halljunk megint egy pici zenét, aztán innen folytatjuk.
Kószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Hát egy remek népdal feldolgozást hallhattunk most tőletek. Ez egy érdekes vonal, hiszen ez jazzes is egy kicsit, meg egy kicsit népdalos is, meg hát azért Magyarországon voltak már erre ilyen próbálkozások, és elég sikeresek is, akik így a népdal világával kezdtek el foglalkozni. Nektek ez hogy jött ez az ötlet, Peti? Igazából a Telek Zoli barátunk, ő az, aki mégis, na igen, Telek Zoli volt, aki ezt a dalat elkezdte zongázni, hogy olyan, milyen feldolgoznánk, és hát nyilván mi, mikor tanultunk gyerekkorunkban végig, és a népzenén nőttünk fel, mert azzal kezdődik a zeneoktatás, mert nekem is ott például a nagymamám, ő népművelő volt, tehát ő tojásestő volt amúgy, és aztán belekezdtük mindenkit, mint a népzenémre hozzájátszott valamit, és így kialakult a szám, és az igazság, hogy elég nagy sikere van tényleg ennek a népzenének most. És egyébként a repertoárotokba ez simán belefér? Tehát mikor jönnek mondjuk a francia sanzonok, és utána hirtelen egy éles váltás és népzenével folytatjátok? Blokkokba lehet ezeket elképzelni. Tehát francia blokk van, akkor van egy kis magyar blokk. Úgy szerintem el lehet képzelni, meg eleve ugye én mindig beszélek a közönséghez, és ugye elmondom a dalról, hogy ugye miről szól, vagy hogy miért pont ezt választottuk. És szerintem belefér. Akkor mesélj erről a dalról, miért pont ezt választottátok? A kis kecelányomat egyébként azért, mert tényleg Telek Zoli, aki a kongásunk a zenekarban, ő szokott zongorázni is, és tényleg ez zongorázta nagyon sokszor próbákon, és nem jó, akkor csináljuk meg. És tényleg jól sikerült ez a dal, de annyira jól sikerült, hogy most egy filmbe is beletették, úgyis mondhatnám, egy ilyen kis palóc, tehát palócországról készült egy rövid film, és ez a zene lett alá vágva. Tök jó. És hát meg kell kérdeznem a lényeget, hogy hát halljuk az újabb-neújabb dalokat tőletek. Mikor lesz lemez? Hamarosan biztos, szerintem. Már végig is gyűlnek a számok meg, és mi úgy csinálják lemez, hogy nem azt most lemesenek, hanem ahogy jönnek szépen, és akkor egy gyűlik a lemez. Szerintem egy hónap múlva meg lesz 12 szám felvétele, és akkor úgy általában egy számot kb. Egy nap alatt fölveszünk, mert mindenki olyan feljátsz, amit szeretném, amit egybejátszunk, szóval nem tartok elég, mert mégis mindenki zenél, úgyhogy... Profikol, ez nem nehéz. Így van, hamar. Meg van egyébként most két dalt is írtunk közösen, és francia szöveggel, két dal készült, és az is ilyen 60-as évek stílusában. Tehát az is rajta lesz. Az egyik éjszak a fél kettőkor. Bizony, nem bízunk aludni, és csak jött az ötlet, a maga a dallam is, és a szöveget is akkor egy az egybe, egy óra alatt leírtam az egészet. Hát igen. Van, aki ezt csinálja éjszaka, van, aki mást. 17. Együttesben gondolkoztok alapvetően. Minden együttesben van egy főnök. Nálatok is van ilyen? Egy zenekarvezető, hogy szebben mondjam? Mindenkinek megvan a feladata tulajdonképpen. Ki valaki a művészeti részért felelős, valaki a pénzügyi részért felelős, valaki ugye a zenekart fogja össze, valaki megszervezi a programokat. Ugye én ugye a stylistkodást választottam, hogy mindenkinek megvan a feladata. Tehát tulajdonképpen demokrácia van, mondjuk. Igen. Mindenki főnök. Úgyhogy nem kell az, hogy legyen egy irányító? Tehát nincs az, hogy esetleg széthúzás van, vagy? Nem, és inkább a próbákra kell ugye összeszervezni az embereket, és ugye azt általában Peti szokta a próbákat egyeztetni. Amúgy nehéz, persze, végig is úgy lehet mondani, hogy azért kezdetben, tehát senki nem akar sokszor, amikor tényleg dolgozni kell, akkor az a napjú, akkor tessék jönni, és akkor így azért kell irányítani a dolgot, de úgy azért mégis demokráciával, senkire nem kell semmit ráösszakolni, de azért kell persze, hogy akkor na most akkor ezt kell, és akkor kell, és ide jöttek, oda jöttek, azt úgy általában mi rejre meg, valamennyire igen. Irányítani kell igen, ugye igen. A zenekar, de mindenki ugye azért zenél, mert szereti. Hogy csak egy ekkora zenekar, már logisztika se könnyű, hogyha így milyen autóval jöttök, hova férnek be a hangszerek, hát ti azért itt félkamionnyi hangszert hordtok magatoknál. Meg tudjuk oldani. Igen, ezt mondom mindig, hogy fárasztom, igen, végül is mindig pakolok. Én mindig pakolok, tudom, hogy a koncert, az úristen, akkor két napig pakolni fog, mert székeszedni a stúdiót, minden elvinni a hangostársak, minden, szóval azért igen, ez macerás, de én ezt vállalom, mert az igazság, akkor megszólul a zenekar. Tehát ahhoz, hogy egy vagy másfél órás koncertet adjunk, azért el kell indulnunk már elég korán, ugye bepakolni, utána odaérni, beállás, ugye átöltözés, maga a koncert, utána a lepakolás, azért ez nem egy-két óra. Hát de a végeredmény, a taps, de... az mindent megér, nem? Igen. Tehát én, amikor a színpadon állok, imádom. Tehát olyan, mintha nem is tudom, hol állnék. Nekem az annyi pluszt ad
amikor ott vagyok, és tudom, hogy az emberek szeretik a zenét, meg úgy jó együtt zenélni. Maga az, hogy a többiekkel együtt zenélünk, és olyan egység van, az a sok hangszer mind együtt rezdül. Az annyira sokat számít szerintem. És nekem nem is úgy, engem nem is úgy a siker érdekel, hanem tényleg, hogy abban a pillanatban ott vagyunk együtt, mindannyian azokat a szép számokat halljuk a közönségben, mi is, és élvezzük a harmóniákat, engem igazából engem ez, ami motivál benne. Meg annyira látszik egyébként rajtatok, hogy élvezettel zenéltek. Tehát én azért most többször láttalak bennetek az elmúlt időszakban, és látszik rajtatok, hogy nem az a úristen, már a 39. koncertemen vagyok ebbe a hónapba, hanem az a tényleg minden másodpercét élvezitek. Igen, mert szerintem csak úgy lehet, hogyha mi élvezzük a zenét, akkor megy át a közönségnek is. Tehát is jön. Előző részben Peti egy gondolattal beszélt a nyaralásról. Én tudom, hogy ti nagy utazók vagytok. Merre szoktatok járni? Merre fogtok idén menni? Hát idén megint, hát imádjuk a francia rizsiát, úgyhogy megint idén el fog menni. Mi általában úgy, hogy egy körútra megyünk, igen, európai körút. És akkor elindulunk nyugat felé először. Aztán majd kelet felé, és akkor ha elmenjünk, akkor mit tudom, Olaszországba, akkor lemegyünk Toszkánába, akkor utána elmenjünk fölmegyünk Montreux-be. De hál' Istennek sok barátot összeszedtünk már, igen, azért az évek alatt, úgyhogy meglátogatjuk a külföldi barátainkat, igen, is. De vannak kedvenc helyek? Vannak. Kihagyhatatlanok? Igen. Hát, hogyha fel kellene sorolni egy párat, jó, oké, egy-kettőt azért mondok. Én nagyon szeretem Saint-Tropez-t, azt a környéket, nagyon szeretem. Ugye Brigitte Bardot, illetve a Csendőrök sztoria is ott forgott, de akár Portofino, vagy Peti, sorold a többit. Beaulieu-sur-Mer, Capdaia, San Gimignano, ezeket mind szeretjük. Például múltkor Mondakóban voltunk, csak sétálgattunk, és egyszer csak ott láttuk, hogy ki, valami el van ott a pavilon. Mi lesz itt? Mondta a francia, illetve, hogy hát lesz ez egy olyan Sting koncert. Komolyan? És meg lehet nézni? Hát persze meg lehet nézni. Lejött nyugodt a kikötőbe, és tőlünk húzni a Sting éneket, meg ott nyugodtan vacsoráztunk. Szóval az igazság, hogy ott vannak ilyen dolgok, nem úgy, mint... tehát ott ezek az emberek, akik mindenhonnan jönnek és muzsikálnak, azok ott mindenhol ott vannak, és találkozol olyan emberek, akikre sose találkoznak. De ők is csak emberek, ugyanúgy ők is esznek, isznak, pihennek, énekelnek. Az élet mindenhol ugyanolyan végül is. Ez egy nemzetközi világ. Egyébként, amit most mondtatok, ez gyakorlatilag mint egy filmtúra, hiszen ezek szinte mind filmes helyszínek voltak. Szeretünk filmtúrázni, én imádom a filmeket. És azok a legszebb helyek, ez mindig így, igen, van. Igen, tehát van. A filmesek megtalálják a legszebb helyeket. Volt úgy, hogy a Bormámor Provence helyszínét is bejártuk, hogy a Napsütötte Toszkána helyszínét. Ezek olyan romantikus filmek, amit szerintem minden nő ismer, és megkerestük azokat a helyeket, és olyan érzés volt, mintha mi is átéltük volna a filmet. Betettük a filmzenét, a kocsiból szólt a filmzene, egyébként egy pici kocsikánk van, és azzal szoktuk bejárni ezeket a vidékeket, de tényleg olyan, ez a hangulat, igazi hangulat, igen. Hát egyébként, és csak ez tényleg közbevetőleg, nekem is ez a rész nagy kedvencem, Monte Carlo, Monaco-ban mi is sűrűn visszajárunk, és hát én ott egyszer tudtam találkozni személyesen Roger Moore-ral. És ott üldögélt egy terasszon, hát szegény most már meghalt néhány éve, és hát oda mentünk hozzá, mondom, ezt nem hagyhatom ki, hogy egy fotót nem csak vele, és akkor föltettük neki a kérdést, valami vicces kérdést, hogy ön James Bond-e, vagy valami ilyesmi, és nagyon kedves, ott mosolygott, és álljunk össze így, úgy, több fotót csináljunk róla, tehát rém közvetlen volt, és örült, hogy Magyarországra vagyunk, és tök kellemes volt az egész élmény, meg hát ott azért mondjuk sűrűn találkozol ilyen hírességekkel amúgy is. Igen. Ezek annyira de jó az a sztori, és jó volt a szaggatni. Előbb mondtad, hogy egy egészen kicsi kocsival jártok nyaralgatni. Ez kényelmes egyébként egy autóval, mert hát ma már azért a repülők tényleg filléres árakon elvisznek bárhova itt Európában. Az életérzés a fontos. Szerintem. Ti azt szeretitek, amikor autóztok jobbra-balra, és... Mert akkor bárhol meg tudunk állni. Mi sose úgy nyarunk, hogy bevezetjük előre, és akkor most ide menjünk, hanem egyszerűen elindulunk az autóval, azt se tudjuk, hol fogunk aludni, épp ahol az élünk renni, kinézi a nem tudom milyen helyen, amit mondom, hogy a szállást, megérkezünk éjfélkor, vagy félegykor, ott alszunk, és ha jó, akkor maradunk háromig, aztán megyünk tovább. Tehát teljesen ilyen szabadon. Hát én tök egyetértek ebben, tehát én pontosan ugyanis szoktam csinálni. Én se szerettem azt, mikor már fél évvel hamarabb centire ki van számolva, hogy hány kilométert fogunk autózni, hol alszunk, hánykor kellünk, mit reggelizünk. Tehát pont az, ahol tetszik, maradsz, ahol meg nem, továbbász. Igen, volt olyan így például, van, hogy megérkeztünk egy helyre, és bekopogtunk, vagy bementünk az egyik ilyen étterembe, és megkérdeztük, hogy van-e esetleg valami szállás a környéken. Ó, igen, a szemben lévő nagymamámnak van egy kis szállása, oké, oda mehetünk. De persze ez az is kell, hogy ugye beszéljük a nyelveket. De ez neked ez nem gond. A Renni, ahogy elmondom, hogy négy nyelven beszél. Azért mondom, mert én igazán magyarul is alig látod. Sokat számít egyébként, ha valaki külföldre megy, sokan azért szervezik meg ugye az utakat, meg azért fizetnek belőle, hogy biztos pontra menjenek ki, mert mondjuk lehet, hogy nem beszélik annyira az adott nyelvet. Kell az a kis kaland, nem? Kell. Szerintem is kell.
És minden le van szervezve, az olyan túl steril. Abban nincs semmi. Hát, és ha mi, ha nem is érdekel az a hely, amit leszerveztem. Szóval sose lehet tudni, hogy ha hiába látsz képeket, ha ott látod, hogy milyen, akkor egészen más. Egy kis, egy pici, egy kis apró hely olyan szép lehet, hogy azt mondod, hogy hú, itt maradok 5 napig. Szóval nem lehet tudni. Aztán van, mikor a nyaralást összekötöttek videóklip forgatással is, amit szintén te csinálsz, ugye, Peti? Igen. Hát van egy ilyen nagy szenvedélyem, úgyhogy nekem van egy, mégis egy profi cuccom, ezzel szoktunk mindig, úgyhogy most is készült amúgy egy videóklip, már tavaly előtt elkészült a Latta Mafiától videóklipje Reni részéről a legszebb helyeken. Most már tényleg más, de hogy kitetszük azt a dalt, és te vágtad meg, te raktad össze. Igen, úgyhogy így van. De viszont, mikor nézem egészen, már gondolom, de jó, mikor ott nyaraltunk, hát ez fantasztikus élmény, és hát, ha más is ezt átol meg, és akkor mindenki elindul kicsit világot látni, aztán persze hazatérnek, szóval én ilyen milyen európai emberek vagyunk, hogy abba hiszek, hogy menni kell ide-oda, egymás kultát megnézni, és aztán hazajönni, és akkor így építkezni egymásban. Ebből merítve gondolom zenéket szerezni. Igen, és továbbadni ezt a sok-sok pozitív energiát, amit mondjuk a gyönyörű helyeken kapunk, akkor azt szerintem tovább kell adni az embereknek. Hát szerintem legyen így mind a kettőtök esetében. Sajnos az adás végére értünk, mert hogy elfogyott az időnk, bár tudtunk volna még aztán beszélgetni. Én sok sikert nektek is, a zenekarnak is, és hát remélem egy pár hónap múlva újra vendégeink lesztek. Köszönjük, hogy itt köszönjük szépen. Köszönjük mi is. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je je ne le connais jamais, non. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis, je...